Szia! Ez a következő lyukasóra, és most a diáka túl meregre hivatkozva nem indult el órára, de lesz még olyan, amikor hideg lesz, akkor meg azért. Úgyhogy most a bal kézről szeretnék beszélni egy picit, hogy hogyan is fogjunk hozzá, hogy a hangszert hogy tartjuk. Ugye? Az első, hogy hiába, ha így fekszik a hangszer rajta a testünkön, így nem hiszem, hogy kényelmes lenne a csuklónknak, ugye? Tehát, hogy a csuklónk, ha lehet, akkor maradjon egy vonalba, vagy az alkarunkkal, ugye, egyenesen. Mert amúgy meg hát ez a pozíció szerintem borzasztó nehéz játszani. Próbáljuk meg a hangszert rárakni a combunkra, ez a hangszer tök jó ki van találva. De persze van, aki így játszik, ugye ez a klasszikus módszer, hogy erre a combra teszi. Én a jobb combomra teszem. Ez amúgy inkább jobb kezeseknek szól, mert hogy most így megfordítani nem tudnám. És ugye a hangszer, ha mázlink van, se nem fejnehéz, se nem testnehéz, ugye? Tehát nem billeg ide-oda. Ez a hangszer most így pont jó. De a heveder sem mindegy, hogy hogy áll, ugyanis egy kicsi tartása kell, hogy legyen. Egy picit ugye, hogyha a vállamat leengedem, akkor le fog billenni. Hogyha nem engedem le a vállamat, akkor nem billen le. Ráadásul most nincs is a combommal, ugye? Tehát, hogy és a heveder, így szépen a hangszert így szépen a combomra helyezem. Na most, ugye így, ha erre a szögbe áll, és nem tolom el egy picit magamtól a hangszert, akkor már megint az történik, hogy igazából én még nem láttam olyat, aki pontosan úgy tartja a hangszert, hogy merőleges a testére. Tehát egy picit eltoljuk magunktól a hangszert, hogy legyen az alkarunknak helye. Ugye ezáltal a könyökömnek lesz egy szabadsága, és hogyha megfigyelem, akkor a jobb kezem, ugye, amikor sétálok, lelógatom a jobb kezem, lelóg így a kezem, és kb. Ezt a pozíciót fogom felrakni a hangszerre. Tehát, hogy így áll a kezem, ugye séta közben, ezt a pozíciót megpróbálom felrakni, ugye? Most, hogyha úgy nagyjából a hüvelyk ujjam szembe van a mutató ujjammal. E közé berakom a hangszert. Nem, én nem így szoktam almát fogni. Tehát, hogy berakom a hangszert, és a mutató ujjam pont szembe van a hüvelyk ujja, ugye, kiindulásnak. Na most, ugye az érintő, ezek bundok, nem szorítjuk. Ez a rész, tehát hogyha szorítjuk a hangszert, ez a rész befeszül, aztán elkezdődik az alkar, mármint, hogy ez a része is befeszül a karodnak, meg itt az egész be fog durranni, ha szorítjuk. És ráadásul, mivel hogy ez a bund távolság nem olyan kínzóan nagy, ezért csak érintenem kell, és nem szorítanom. Tehát úgymond a karom súlyát húzom rá a hangszerre. Karomnak van egy súlya, ugye, a jobb kezem alkarjával. Ahol le van itt kerekítve, ugye, vagy le van csiszolva, vagy ilyen íves. Oda ráhelyezem az alkaromat, hopp, tök jól van. Ezáltal, ugye, a hangszer nem fog elmenni erre, mivel itt tartom ezt. De nem erőltetem, nem erőszakot, csak rajta van, rajta pihen. Jó, most meghúzom a mutató ujjamat a fogólap felé. Így is ki tudok egy egészséges hangot hozni belőle, ugye? Na most a többi ujjam hirtelen nem tudja, mit csinálja. Jaj. Nem is baj, most még egyelőre nem is akarok azzal foglalkozni. Tehát legyen meg a mutató és a hüvelykúj együtt
munkája. Oké. Okay. Na most. Mindenki azt mondja, hogy a legbénább ujja a kis ujj. Hát én ezzel vitatkoznék, csak nem szoktuk használni a hétköznapi életben szinte semmire, ugye? De én azt próbálnám meg, hogy ugye a mutató ujjamat megpengetem, mondjuk ezt a hangot, ez egy G hang amúgy, utána ugyanezt fogom csinálni, csak a középső ujjammal. Nem történik semmi, a hüvelykujjam végig szinte a dolgozó ujjammal szembe van. Tehát ugye mutató ujjal szembe vagyok most, most a középső ujjal, de a hang ugyanaz. Tehát mind meg ki kell kísérletezni. Hogy melyik ujjal, melyik újra kell majd több energiát szállni, de az se külön, hiszen együtt kell, hogy dolgozzanak, ahogy szoktam mondani, ez a zenekar, egy négy tagú zenekar, ez pedig a menedzser. A menedzser nem ragadhat le egy helyen, amikor például én játszom, hiszen ha leragadna, a többiek nem tudnának eljutni sehova, ahogy ez a zenekarozásról is így van. Tehát szépen, szépen kísérni fogja majd a többieket, ugye? Tehát, hogy, és ráadásul az se lenne baj, hogyha mondjuk az alkarom szépen lóg lefele, ugye? Nézzük csak meg a könyökömet, hogy mozog. Hogyha például el kell játszanom azt, hogy akkor én például a négyes ujjamat fogom használni. Ugye ez a téma nem ebben a hanglemben van. Tehát maga a klasszikus tartás lenne a praktikus, de ugye sokan próbálkoznak így. Ami jó bizonyos témákhoz. Tehát, hogy mert azt így megfogjuk, mint egy fejszét, ez tök király, és nagyon jó témákat írtak erre. De ugye, hogyha már egy szeretnék majd valami skálát is játszani, ugye akkor nem biztos, hogy bele fog férni a pentatonos féle tartás, mert én ezt inkább a pentatonhoz tartozónak gondolnám ezt a tartást. Hogyha már modálisokat játszunk, ugye, akkor ott már klasszikus tartás kellene. Na most, ugye még visszatérnék, hogy ugye az alkarnak, a válnak, nagyon, a bal kéznél nagyon-nagyon sok köze van a tartáshoz. Ugye, hogyha a hüvelykujjam jó helyre teszem, tök mindegy, ide teszem valahova most, így random. Akkor az a közelében, tehát azokat a hangokat tudom fogni, amik annak a közelében vannak. Tehát ezt a pozíciót nem szeretném elengedni, és ezt a pozíciót fogom ide-oda teszegetni a nyakon. Tehát errefele húzom. Tehát, hogyha most csak annyit nézek, hogy egy, mit tudom én, egy ugye itt nem volt szükség arra, hogy fekvés váltsak, nem váltottam fekvés, de a fekvés váltok. Most hátulról mutatom a hüvelykujjamat, hogy mit csinálok vele. Csak össze-vissza játszom, tehát nem hanglembe. Tehát a hüvelykujjam végig megy a többiekkel. Szerintem úgy a bal kéz
bal kéznél ezekre figyelni. Kezdőbe, ugye, hogyha van egy tempom, mindenféleképpen a kis ujjamat rá szeretném bírni arra, hogy a kis ujjam is elérje az éhúrt. Ehhez csak annyi kell, hogy a könyökömbe rakom ide. A hangszert ugye picit eltolom, legyen helyem. Amúgy nem fog elférni sehogy se. Tehát, hogy ezt muszáj így beraknunk. Köszönöm szépen, és majd folytatom a következő lyukas órában.